Köszöntöm a kedves nézőket, megszakítjuk adásunkat, rendkívüli híreink következnek. Természetesen csak viccelünk, a kiskunhalasi stúdióba látogattunk el a polgármester úrral, csak kipróbáltam, hogy milyen lehet egy híradós élete. Hát gondolom, ön már elég sokszor ült itt, és... Hát ugye ez új díszlet, de ez nem régen készült, ezt a nyáron csinálták a fiúk. Előtte egy másféle összetételben volt, de hát persze többször voltam a stúdióban. És az az érdekes benne, hogy rengeteg munkájuk van benne, tehát nem mindig a pénz a fontos, hanem van ambíció, van elképzelés a kollégákban, akkor, és van hozzájuk, akik segít nekik, akkor ilyen gyönyörűségeket tudnak csinálni. Egy kis város vezetése megkérhetem? Persze. Esetleg, hogy úgy jelenti, hogy menjünk sorba az épületeken, és egy-egy gondolj csak polgármester. Talán még egy kérdés, így mielőtt elmegyünk ebből a gyönyörű stúdióból, hogy ön szerint mi a szerepe a városi televíziónak, vagy mi lenne a szerepe? Én azt gondolom, hogy a 92 óta működik ez a televízió, most már 17 éve. Szinte a kollégák, akik elkezdték ezt a televíziózást, itt dolgoznak mi a televízió. Nyilván egy kicsit bővült az út a stáb, de szívügyüknek tartják, lokálpatrióták, ide tartoznak a városhoz. És ugye mit jelent egy helyi tévé? Azt gondolom, azt jelenti, hogy viszont lássák az emberek saját magukat benne. Tehát Halasváros lakosság és a környékkel levő emberek, a viszontlátást úgy értem, nem feltétlenül az ő arcuk jelenjen meg minden este a televízióban, az ő problémáik jelenjenek meg. Ami foglalkoztatja őket, hogy lehet kijutni a piacra, mikor indulnak a buszok, történt-e valami érdekes esemény a városban, ne hagyj Isten, szépültünk-e valamennyire, ez foglalkoztatja az embereket, és ha ezt hitelesen be tudja mutatni egy helyi televízió, a politikától viszonylag távolságtartóan, én azt hiszem, hogy elvégzi. És hát ezt nem csak én mondom, mert ugye én nem vagyok szakember ennek. Én csak úgy érzésre gondolom, hogy ennek így kell viselkedni, hogy így kell működnie, de az viszont fontos, hogy ezt, akik értenek hozzá, akik elbírálják a munkájukat, ez a kollektíva nívódíjak sorát kapta, akár a kultúrképért, akár a híradóért, tehát a kisvidéki városokhoz képest országos elismertségre tett szert a Halas Televízió, és az itt dolgozó kollégáknak köszönhető ez. A rendhagyó idegenvezetés után egy kis időt kértünk a polgármester úrtól, hogy azt a kérdést is feltehessük, amire csak a legközelebbi családtag tud felelni. Általában azt mondják a polgármesterek, hogy otthon az asszony hordja a nadrágot. Nem tudom, ed esetben hogy van ez? Hát én azt hiszem, hogy mi olyan régóta együtt vagyunk már, ismerjük egymást körülbelül 40 éve. Az ismeretségünk még a gimnáziumból adódik, és ez alatt a 40 év alatt annyira összeszoktunk, kialakultak a szerepek, hogy nem hiszem, hogy ez ennyire fontos lenne, hogy ki a nadrág, meg ki én nem. Mindenkinek megvan a maga dolga, és végzi a dolgát. Hogyha megint előről lehetne kezdeni, nem teljesen előről, csak amikor úgy döntött a polgármester úr, hogy a jogászból polgármesteré változtat, ennyi tapasztalattal, ami most van, engedné? Hát én azt hiszem, hogy ez akkor is közös döntés volt, hogy elindul, meg ő mindig is politikus akart lenni. Tehát mindig is erre a pályára készült, és természetesen, hogy engedném. Hát voltak nagyon nehéz pillanatok, voltak szomorú pillanatok, de nagyon sok jó is volt a dologban. Tehát én azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy ismételten támogatnám, mint ahogy idáig is mindig tettem. Egy újabb merénylet Várnai úr ellen, tudta nélkül a barátaival egyeztettünk találkozót, ahová természetesen őt is meghívtuk, csak valamivel későbbre, így lehetőségünk nyílt arra, hogy róla is beszélgethessünk. Mit tisztel és mit szeret benne, hogyha lehet így kérdezni egy férfi ember barátságáról? Igen, tehát elég céltudatos ember, tehát ő régen már eldöntötte azt, hogy politikával akar foglalkozni, és abban nem szeretne az utolsó sorokba, hanem lehetőleg az első sorokba szeretné a politikát vinni a városában. Céltudatosságára szeretnék én elmesélni egy történetet, amikor 1975-ben az állami gazdaságba került, és én ott néhány évvel vagyok csak idősebb nála, és fiatal annak a cégnek politikai vezetője voltam, és elém állt, és mondta, hogy ő például politikával szeretne foglalkozni, és
megfogalmazta, hogy például az én beosztásom, vagy az én munkaköröm, az neki rendkívül szimpatikus, és ezt így úgy a képemben, az arcomban mondta. Ami jellemző, tulajdonképpen rímel az eddig elhangzottakra, hogy kitaláltunk közösen dolgot, vagy én kitaláltam dolgot, akkor ő el tudta adni a gazdaság vezetése felé, mert ez lényeges volt. Tehát menedzselte a dolgot, egymást. Utána aztán már megcsináltam a kivitelezést, de ő el tudta adni a főnökök felé, eladta a dolgot, tehát már akkor is igazából a vezetői készsége az látszott. Közben itt beszélgettünk a fiúkkal, ahogy maga mondaná, vagy ön mondaná, és hát itt kifaggattam a csapatról, mit szól hozzá, hogy most itt együtt ülünk a baráti társasággal? Hát nagyszerű, mert ugye elég sokszor szoktunk együtt ülni, és hát ugye ez a régi baráti társaság, amit mondtam is, hogy még az állami gazdaságból származik, és hát ez az igazi. Hát ugye ennek van értelme. Polgármester úr, nagyon köszönöm a türelmét. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem egész nap, és hogy megmutatta nekem a várost, és hogy megismerhettem az első emberét. Remélem, hogy ő se bánta meg nagyon. Én most elköszönök, hogy tudjanak együtt beszélgetni, mert tudom, hogy így ér véget akkor a nap. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt lehettem. Én meg köszönöm szépen, hogy ide jöttek Kiskovarosra, megnéztek ezt a kisvárost. Mert ugye, ahogy mondtam is, mi itt szép, nyugodtan, békésen akarunk élni. Egy szép, kiegyensúlyozott olyan városban, ahol egyik végét a másik végén mindenki ismeri egymást. És ugye, ha időnként be is tolulnak ordas eszmék, vagy nem idevaló eszmék, ezek ki fognak lopni a városból. Ez tovább is meg fogja tartani maga békességét. És elütök neki ezt, és mások is esetleg meg fogják látni, hogy hogy élnek itt az emberek, hogy élnek itt a Dunatisza közén, hogy élnek azokkal a problémákkal, a vergődések közepette és eredményekkel, amiket meg tudtunk a mai nap mutatni. Köszönöm szépen! A jó üzleti döntések és a műsor támogatója a Takarékpont. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. Kiskunhalas szívében, barátságos, nyugodt környezetben, a termál fürdő és a kemping tőszomszédságában várja önt a Csipke Hotel. Gyógyvíz, wellness, védnöki táblával elismert étterem, személyre szabott kiskunsági élményprogramok. Sőt, kínálatunk hamarosan egy modern konferencia teremmel is bővül. Tudta-e, hogy hamarosan Magyarországnak két fővárosa lesz? Autókat gyártunk, de nem csak autókat készítünk. Örömet okozunk. Vágyakat ébresztünk, alkotásokat ihletünk. Rajongókat inspirálunk, és barátságokat kötünk. Régóta tudjuk már, hogy nem csak az számít, mit készítünk, hanem az is, hogy ezáltal mit teremtünk. A BMW-nél nem csupán autókat gyártunk, hanem megteremtjük magát az élményt. Katus Attila vagyok, aerobik világbajnok, személyedző. Tudom, hogy egészségem megőrzése nem csak a sportolás közben fontos, hanem a mindennapokban is. Ezért hordok mindig MBT-t. Vegye részt ingyenes talpvizsgálatokon és mozgásszervi tanácsadásokon szaküzleteikben. Keresse az MBT pontokat országszerte a www.mbtmagyarország.hu oldalon.